Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország történelmének egyik meghatározó eseménye. Március 15-én Kozár Mislenyben is tartottak ünnepi megemlékezést. A magyar himnusz közös eléneklése után Bacskó Tünde szavalt el egy Petőfi verset. Petőfi Sándor, magyar vagyok. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresné olyan messze-messze túl. Magyar vagyok. Természetem komoly. Mint hegedőink első hangjai, ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok, de arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s milyenk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegé a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Hold dicsőség halvány kísértete. Fölföltűnik, s lebúvik nagy hamar, ha vert az óra odva mélyébe. Hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét. Saját testvéreink, kik reánk készítik a gyász s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenben ég. Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnallik még, holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért, s hírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem, hőn szeretem. Imádom gyalázatában is nemzetemet. Kis kertembe hármat fordult a kocsi, édesanyám, ingem atyám hozza ki a sorozó levelemet, mikor
kedves, de nem tudják a nevemet. Hozza ki a sorozó levelemet, így kövess, de nem tudják a nevemet. Így kövess, de nem tudják a nevemet, majd megtudják, hogyha katona leszek, az én nevem. Fejeszek fűrezen a, nem leszek én akármilyen katona. Az én nevem, fejeszek fűrezen a, nem leszek én akármilyen katona. Be van az én lumpony zsebem varva. Barna kislány, mit keresel rajta? Benne van a zsoltkönyvem, meg a leszerelő levelem. Már ez után barna kislány a kedvesem. Ez a vonat most van indulóba. Az számára mennek haza végleges szabadságra. Most szép lenni katonának, mert Kossuthnak verbúválnak. Kossuth Lajos nem lett volna, katona se lettem volna. Éjjel, éjjel a nemzet, gyere bajkás katonának, véget tesznek kapitánynak, bár esztendő nem a világ, éljen a magyar szabadság, éljen, éljen a nemzet. Csinom Palkó, csinom Jankó, csontos karabé, sejmes módívok, nagyik hárpi szólok. Nosza rajta jó katonát, ígyunk egészséggel. Menjen táncba, kiki köztük az ő jegyesében. Fölvittézek a csatára, a szent szabadságot alára, megdörög az ágyú csatorokat, ez lelkesíti csatára a magyar. Majd dr. Bíró Károly Kozár Mislány polgármestere mondta el ünnepi beszédét. Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt városi vezetők, intézményi vezetők, tisztelt díszpolgáraink, kitüntetetteink, kedves Kozár Mislenyi egyesületi vezetők, kedves Kozár Mislenyiek, tisztelt ünneplő közönség! Hát ismét büszkén állapíthatjuk meg, hogy hagyományos városi ünnepségeinken egyre többen és többen tesszük tiszteletünket. Így most is, itt, március 15-e téren. A történészek feladata, a történelmi események pontos visszaidézése, átadása számunkra. A művészeink, a versmondók, az énekesek, a táncosok pedig ide varázsolják nekünk azt a hangulatot, akár büszkeséget, akár szomorúságot, elszántságot, amit jelent számunkra ez az ünnep, amit átélhettek az akkori résztvevők. Politikustól nem ezt várják. Egy városvezető nem az eseményeket fogja felidézni önöknek. Nekünk a párhuzamokat kell megtalálnunk. Meg kell találni a kapcsolódási pontot. Azt, hogy a mindennapjainkban mit tud nekünk nyújtani, milyen támaszt adnak ezek az események, ezek a hősök, és milyen feladataink vannak a jövőben. Én ezzel próbálkozok meg most önöknek. És rögtön találtam is egy párhuzamot. A fiatalok párhuzamát. Emlékezzünk vissza, vissza fogok rá térni többször is, hogy a fiataloknak milyen szerepe volt az 1848-as eseményekben.
Tehát az 1848-as forradalom és az 1849-es szabadságharc emlékének tisztelgünk. Történelmünk egyik legfelemelőbb pillanata volt, amikor a pesti ifjúság idealizmusa győzedelmeskedett végre a mindig visszahúzó kishitűséggel szemben. Az első szikra Európából jött, Bécsből, Párizsból, Olaszországból, és rögtön elragadó forradalmat gyújtott a pestiekben. Megragadni az akkori történelmi pillanatot, a fiatalok bátorsága volt. A tét igen nagy volt. A közjó megteremtése, valamint hazánk politikai és gazdasági függetlenségének kivívása. Igen, a márciusi ifjak hamar megértették. Eljött az idő a cselekvésre, az elnyomók hatalmának megtörésére és az elmaradott feudális viszonyok felszámolására. Aztán a forradalmat újabb győzelmek, majd szabadságharc, önfeláldozás, megadás, megtorlás, rémuralom és néma ellenállás követte. Mégis állítható, hogy az önkényuralom bástyái ekkor kezdtek végérvényesen leomlani. A fiatalok, az ifjak nem buktak el. A 12 pontos követelésük legfontosabb eredménye a jobbágyság felszabadítása. Ez érintetlen maradt. Már ezért az egy változásért is megérte a véráldozat. Hiszen a felszabadítás által nagy tömegek számára vált kézzelfogható napi valósággá a szabadság. És kedves kozármistenyek, nekünk magyaroknak mindig is fontos volt a szabadság, fontos volt a függetlenség. Mi kozármistenyek igen jól állunk szabadság és függetlenség kérdésében. Bátran vonjunk ezért párhuzamot a márciusi ifjak forradalmi lendülete és kozármislény fiatalos dinamikája között. A forradalomban is az ifjak szerepe volt a legmeghatározóbb, és kozármislény erejét és jövőjét és a fiatalok nagyszámú jelenléte fogja garantálni hosszú évtizedekre. Tehát mi is fiatalosak és ifjak vagyunk, tel is tele lendülettel, és nem hagyjuk magunkat keretek közé szorítani. Kiállunk az igazunk mellett, támogatjuk az elesetteket, támogatjuk a kisebbségeket, vállaljuk szabadságunkat és függetlenségünket. Mint ahogyan a márciusi ifjak, mi is elítéljük a zsarnokokat, és kiközösítjük az árulókat, az idegen érdekeket szolgálókat. Mint ahogy Petőfi is mondta, szóljunk már a hatalmasságoknak, menjenek el! Igen, szólunk mi is. Menjetek el, kik megvérgezitek a közösségeket, kik pártoskodtok, bújjanak a hatalmat és vagyont ígérő pénzemberek strómanok ölelésébe, de ne minket métejezzenek. Hagyjanak minket a munka, a szeretet, a megbecsülés és a függetlenség békéjében. Ne várjunk a véleményünk kinyilvánításával. Nem kell megvárni a forradalmi helyzetet. Nem kell véráldozat. Ha mindig fellépünk az igaztalanok, a zsarnokok, a bűnös hatalmi vágyal rendelkező árulók ellen. Hadd építsük tovább közösségeinket. Neveljük gyermekeinket, unokáinkat. Szépítsük városunkat, melyre valamennyien büszkék lehetünk. És van is mire büszkének lennünk. Tőlünk nem menekülnek a fiatalok. Ellenkezőleg. Nálunk jó élni, jó családot teremteni, otthonra lelni, jó kozármistenyinek lenni. Mi, akik itt vagyunk ezen a méltó ünnepségen, kozármistenyben, hitet teszünk közös cselekvésünk értelme mellett. Mondjunk hát nemet az idegen érdekekre, a pénzemberekre, az árulókra, akik szabadságunk, függetlenségünk ellen törnek, akik irigyek és féltékenyek sikereinkre. A 48-as forradalom és szabadságharc elhivatottsága, hazaszeretete, tettereje, olyan példa, ami erőt ad saját jövőnkhöz. Tudjuk,
Ha majd egyszer nekünk is össze kell fognunk, ha áldoznunk kell a jövőnkért, a gyermekeinkért, képesek leszünk rá. Képesek vagyunk rá, hiszen forradalmi hőseinkről, mint például Petőfi, Jókai, Széchenyi, Kossuth, példaképeket formálunk. Mi is hasonlóképpen tisztelgünk közterületeink elnevezésével hőseink előtt. Nekünk is van Petőfink, Széchenyink, Kossuth Lajos utcánk, és már is itt van, kedves közönség ünneplők, a második párhuzam március 15-e és Kozár Miselyn között. Mi is tisztelgünk és adózunk közterületeink elnevezésével a nemzet hősei előtt. És ha így tisztelgünk, akkor bátran mondhatjuk, a szabadságharc nem bukott el, mert példa és erő a zsarnokság ellen, mert mérce és mérték lehet, mely a széthúzás idején a szabadság és függetlenség gondolatával egyesíthet minket. Ne feledjük, a márciusi forradalom és szabadságharc a kegyetlen megtorlás ellenére is előkészített egy kölcsönös, bölcs kiegyezés lehetőségét. Egy szinte példátlan fejlődés lehetőségét 1867-től egészen az első világháborúig tartó közel fél évszázadon keresztül. Elődeink is megbecsülték 1848 emlékezetét, és nekünk, egy békés rendszerváltás gyermekeinek is meg kell becsülnünk, és meg is fogjuk becsülni. Belőle tanulhatjuk meg való életre váltani a szabadságot, értékelni a függetlenséget. De a szabadság csak lehetőség, és sajnos nem örökké való. Nap-nap után újra meg kell küzdeni érte. Mernünk kell kimondani, olyan környezetet akarunk, amely nem felírja a jövőnket, hanem megalapozza azt. Olyan várost, ami nem kifizetetlen számlákat és adósságot, hanem terveket, programokat hagy a jövő nemzedékére. Ahol az iskolázottság, a tudás a legfontosabb érték. Olyan Kozár Miselynt, melyre valamennyien büszkék lehetünk. Tisztelt Kozár Miselynnyel, kedves vendégek! Ahogy végignézek az ünneplő közönségen, látom, hogy egyre többen vagyunk, akik nem csak megéljük a szabadságunkat, de tenni is hajlandóak vagyunk érte. Egyre többen vagyunk, akik készek vagyunk felelősséget vállalni önmagunkért és közösségeinkért. Ha hűek akarunk maradni hőseinkhez, akkor biztosítsuk továbbra is a magyarok közti egyetértést, tiszteljük a demokráciát, tiszteljük a Kozár Miselyi közösségeket. Sajnos ehhez még sokunkból hiányzik az a hit és önzetlenség, ami a forradalmárokban megvolt. Ezért nem árt megismételni. Ha lesz hitünk, akkor erősek leszünk. Olyan közösségben boldogulhatunk, ahol vagyoni, politikai függetlenségre épül a polgári keresztény identitásunk. Tehát feladatunk van bőven. Addig is adjon nekünk erőt és tartást a 171 évvel ezelőtti események tisztelete. Hajtsuk hát meg fejünket őseink tettei előtt, és gyűjtsünk erőt valamennyien. Ne legyünk hitetlenek, higgyünk a szabadságban, higgyünk a függetlenségben, higgyünk Magyarországban, higgyünk Kozár Miselynben. Éljen a haza! Köszönöm, hogy meghallgattak. A program további részében próza és tánc következett. Petőfi Sándor a 19. század költői című verse után Józsa Gergely néptánc csoport előadását láthatták az érdeklődők. A 19. század költői. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmat, örömed, nincs rád szüksége a világnak, azért a szent fát félretett. Pusztában bujdosunk, mint hajdan népével Mózes bujdosott, s követte, melyet Isten külde vezérül a lángoszlopot. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket,
hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát mind a kiköltő, a néppel tűzön vizen át. Átok Reá, ki elhajítja kezéből a népzászlaját. Átok Reá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy míg a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis proféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földje. Hazugság, szemtelen hazugság, mit milliók cápolnak meg, kik naphevében éhen szobjan, kétségbe esve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilágba ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. És addig nincs megnyugvás, addig folyvást küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel. De a halál majd szemeinket szelíd, lágycsókkal zárja be, s virágkötéllel, sejempárnán bocsát le a föld mélyébe. Thank you.
Az ünnepi program zárásaként a 48-as emlékmű megkoszorúzására került sor. Elsőként dr. Bíró Károly polgármester, Szolga Antal alpolgármester és Tuza Julianna képviselő. Majd a Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, és a Kozár-Mislenyi intézmények és civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat a március 15-e téren. Kozár-Mislenyi Városi Könyvtár és Művelődési Ház. Kozár-Mislenyi Református Gyülekezet. Kozár-Mislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesülete. Tornádó Tánc és Sport Egyesület. Esély Egyesület. Kozár-Mislenyi Polgárőr Egyesület.
Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete. Kozernyi Német Nemzetiségi és Művészetkedvelők Egyesülete. Kozármislenyi csoportja. Demokratikus koalíció. Mozgalom.